és november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendőnek a befejezését jelenti, és ilyenkor mindig nem csak az adott életre, itt a földi életre tekintünk, hanem előre tekintünk. Így született meg a katolikus egyházban a Minden Szentek ünnepe, illetve november 2-a pedig a halottak napja. Nálunk a protestáns egyházban azonban nem csak erre figyelünk, hiszen október 31-e a reformáció ünnepe is, tehát számunkra ez egy ilyen kettős ünnepet jelent. Az örök élet vasárnapja talán nálunk még inkább kidomborítja azt, hogy mi úgy tekintünk előre, mint akiknek reménységük van. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott 2. levelében, a 3. fejezet 5. versében olvasunk arról, az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Mind a kettő nagyon fontos. Az Isten szeretetét úgy tudjuk megtapasztalni, hogyha ebben a földi életben van reménységünk. Az életet úgy tudjuk tekinteni, úgy tudjuk megélni, mint akik valóban bízunk és hiszünk abban, hogy érdemes és értelmes mindaz, amit cselekszünk, mindaz, amit szólunk. Minden Szentek ünnepe halottak napja, amikor kimegyünk a temetőben, meggyújtunk egy gyertyát, megállunk szeretteink sírjánál, az tulajdonképpen ezt a reménységet fejezi ki, hiszen nem csupán emlékezünk, hanem abban a hitben állunk meg ezeknél az emlékhelyeknél, hogy szeretnénk újra találkozni az Isten színe előtt, a bennünket végtelenül szerető Isten színe előtt. Reformációban tulajdonképpen az egykori szerzetes Luther Márton ezt ismerte fel, illetve azt a hatalmas szabadságot, amelyet maga Isten ajándékoz nekünk. És ez a szabadság pontosan az első parancsolatból indul, illetve a 10 parancsolat bevezetéséből, hiszen azt mondja Isten, én vagyok az Úr, te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgaság házából. Sem ember, sem emberi szervezetek nem lehetnek felettünk, és nem irányíthatnak bennünket, maga Krisztus az, aki akar irányítani minket. Éppen ezért maga Luther is úgy gondolta, hogy fontos, hogy a Szentírás kézben legyen, hogy a Szentírás szavain keresztül maga Isten szólítson meg és vezessen bennünket. Amikor Pál apostol ezeket a szavakat leírja, akkor nem csak Isten szeretetéről beszél, hanem Krisztus álhatatosságáról is. Ez az álhatatosság az, amire nekünk törekednünk kell. Az az álhatatosság, hogy mi folytonosan keressük, kutatjuk az Isten jelenlétét, az Isten szeretetét, csodáit a magunk életében. És hogyha ezekre rátalálunk, akkor az ember tud annyi muníciót kapni, annyi erőt kapni, hogy itt az életben megálljon a hitben, és valóban a szeretet cselekedeteit végezze. Kettős ünnep számunkra valahol összeér, hiszen egyrészt felszabadít bennünket a hit megélésére, a Krisztus keresésre, a Krisztus vezetésében megélt kereszténységre, másrészt pedig az életnek úgy ad értelmet, hogy amikor halottainkra gondolunk, akkor egy távlatot nyit számunkra. Nagyon különös az, hogy nagyon sokféle gondolat van az elhunytakkal kapcsolatban, különböző felekezetek és különböző tanításokkal gondolnak
erre a megélt várakozásra. Hiszen van, aki azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, más teológiai álláspont szerint az ember, mint teljes egység hal meg, hiszen a bűn alá van rekesztve test és lélek, és majd egykor a feltámadás napján együtt állunk meg mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt, feltámadt testben és lélekben. Azt gondolom, hogy nem ezek a teológiai különbségek azok, amik igazán lényegesek, hiszen sok mindent, bár a Szentírásban Isten kijelent nekünk, de mégis nem tudhatunk. Ezek Isten titkai. Azt gondolom, ami fontos, az az a várakozása, hogy mi tekintünk előre. Éppen ezért fontos az is, hogy az életben megéljük azt, hogy mulandóak vagyunk. Fontos az, hogy megéljük azt, hogy szeretteink élete egyszer befejeződik. Van, amikor hirtelen, ez nagy szomorúság azok számára, akik itt maradnak, van, amikor hosszú időszakon keresztül készülve arra, hogy elmennek ebből az életből. Fontos az, hogy megéljük, hogy mulandóak vagyunk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyermekeink számára is megtanítsuk ezt. Világban szeretnénk a halál tényét, a mulandóság tényét eltávolítani magunktól, eltávolítani gyermekeinktől is. Pedig, hogyha ott vannak, együtt vannak azzal a szeretett személlyel, aki ebből a világból elmegy, akkor sokkal inkább abban a hitben tudnak meggyökeresedni, és abban a hitben tudnak megerősödni, amelyben vigasztalást is találhatnak, és másképpen tekintenek az elhunyt szeretet elmenetelére. Ebben a világban jó lenne újra megélni, hogy ne csak egyfajta mulatságon keresztül ünnepeljük, ugyan sokszor más népektől félreértelmezett módon beszivárogsz a mi kultúránkba is halálnak valamiféle ünneplése, hanem inkább úgy éljük meg ezt az egészet, hogy nagyon tudatosan és nagyon nagy reménységgel tekintsünk azok elmenetelére, akik szeretteink voltak, akikkel együtt éltük meg ezt az életet. Éppen ezért ez a fordulópont, október-november hónap fordulópontja, egyrészt azt a felszabadult hitet jelenti, amellyel belekapaszkodhatunk Krisztusba, másrészt pedig azt a várakozást, ahogyan megállunk hittel szeretteink sírjánál, és előre tekintve reméljük azt, hogy egykor együtt ünnepelhetünk Isten országában.